Ezek lesznek a mai témák, ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Bencsik Gábor, a Demokrata és Stumpf András, a Válasz online újságírója. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Kezdjük egy kis értékeléssel, aztán majd lesz MÁV is, ugye azzal harangoztunk be titeket, de hát a héten megszűntek az ástopok, 2 évig tartottak, és nagyon-nagyon sok vitát kiváltottak. Ti hogy látjátok, volt-e értelme ennek az egésznek, hogyha most visszatekintetek erre a 2 évre? Szerintem olyan nagyon nem kell gondolkodnunk, elég számokat megnéznünk. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy hogy alakult az infláció az Európai Unióban, és hogy alakult Magyarországon, akkor elég jól látszik, hogy mennyire voltak hatékonyak és hatások ezek az ástoppok. 3-szor akkora. Az utolsó teljes havi adat az ugye júniusi, legalábbis amit én láttam, még a júliusi nincsen meg, de a júliusi adat az valami egészen döbbenetes, 19,9%-os a magyar infláció, az EU átlag meg 6,4%. Hogyha a másodikat, csak a régiót nézzük, akkor is ilyen 11 a második legrosszabb utánunk. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy mi történt itt Magyarországon inflációs szinten. Ezt kellett volna többek között megállítani, ugye az ástopoknak látható, hogy milyen siker lesz. Szerintem ezen olyan nagyon nem fogunk Gáborral vitatkozni, hogy ez sikeres volt ez a történet. Hogyha azt nézzük, hogy mi az, ami most egyébként drágult vagy olcsóbb lett, mert vannak termékek, amik már is olcsóbbak, már is drágábbak lettek, akkor azt látjuk, hogy valójában ilyen nagy hatása ennek nem volt. Ha volt, akkor inkább az, hogy megdrágították azokat az árukat, amely megdrágította ez az intézkedés, az ástop intézkedés, azokat az árukat, amelyekre nem vonatkozott az ástop. Viszont egy tök jó kommunikációs lehetőség volt a kormánynak, hogy ő megvédi a magyarokat. Tehát szerintem ez Gábor, vitázol-e? Biztos, hogy vitatkozom. Nagyon jó. Vitatkozom. Először sem az inflációt illeti, ugye itt a bázis hatást kell mindig számításra venni. Ez egy tavalyi infláció, amit most a számok mutatnak, pontosan ezért nagyon gyorsan csökkenni is fog az ősz folyamán, mert tavaly nagyjából ebben az időben szállt el az infláció. Tehát az, hogy most mi van, ez a tavalynak a számszerű kifejeződése. Ami az árstopot illeti, én mindig csodálkozom, hogy ez nem ért semmit. Bocsánat, az árstop nem azért volt, hogy letörje az inflációt, az azért volt... Gábor, ezt maga a kormány mondta, hogy az egyik oka, miért árstopot vezettek be, az üzemanyagra is és az élelmiszerekre, az üzemanyag, igen. Hogy az inflációt letörje. Az ezt többször mondták. Az élelmiszernél teljesen egyértelmű. Rengeteg embernek nagyon nagy könnyebbséget okozott. Kérem tisztelettel, és nem is értem, hogy akik folyton támadják a kormányt azzal, hogy nem elég érzékeny a szegényekre, nem veszik észre, hogy a szegények vették azokat az árucikkeket. Igen, Gábor, ez teljesen igaz. Cikkeken meg lehetett élni, át lehetett vészelni a nyarat. Ez Gábor, tehát krumplival vagy kristálycukorral nem lehet fogat mosni, tehát a fogkrémet azért csak meg kell venni, a szegényebb emberek is szoktak fogat mosni. Az viszont baromira megdrágult éppen azért, mert valahol a boltosnak be kellett szedni azt. Meg lehetett élni. Tegnap itt volt, bocsánat Gábor, a GVH elnöke, csak pont amit András mond, ezt tulajdonképpen itt elismerte Rigó Csaba, mert ő azt mondta, hogy ők vizsgálódtak az élelmiszerpiacon, és maga mondta el itt tegnap, hogy sajnos a kiskereskedelem szereplői az ástopok miatt felmerülő veszteségeik csökkentésére törekedtek, ezért ezt beépítették más árakba. De Gábor, nem luxus cikkekben mondom, tehát olyanokban, amit azoknak a bizonyos szegényeknek is meg kell venni, tehát hogyha itt az történt volna, kevesebbet kell nekik történt venni volna, belőle. Csak, hogyha itt az történt volna, hogy azt mondják, hogy jó, akkor befagyasztjuk az árakat, minden, ami a megélhetéshez szükséges, az akkor olcsóbb, akkor ebben igazad lenne, hogy ez egy nagyon szép szociális intézkedés volt, de ha megnézed azt, hogy az élelmiszerár emelkedés még így is 40%-os volt, egészen elképesztő mértékű, akkor azért látod, hogy ez nem volt akkora siker. Nem is értem, hogy nem érted. Magyarázzál nekem, lehetett Gábor, rakni szeretném a megérteni. Kosarat árstoppos árukból. Ha voltak, például. Ugye, volt. Ritka kivételt eltekintve volt. De nem volt igazi panasz. Szerinted most, hogy az ástopokat eltörölték, akkor most a kormány belerúgott a szegényekbe, és már nem fognak tudni megélni? Ja, Istenem! Tehát kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy keressünk egy megfogalmazást, amivel vándorjuk a kormányt? Nem kérem. Az ástop betöltötte a funkcióját. Én olyan szempontból piacpárti vagyok, hogy ez az egész ástop dolog idegen a rendszertől. Sokkal jobban örültem volna, nem került volna rá sor. De
betöltötte a funkcióját, a legszegényebbek, a legrászorultabbak át tudták vészelni a legnehezebb időket. Úgy nem most tudták volna átvészelni, hogyha mondjuk célzottan megkapják ezt a támogatást, és nem nyúlnak a piacba. Nagyon nehéz kiszűrni, hogy kinek azért alacsony a fizetése, mert csak ennyi van bejelentve, vagy azért alacsony, mert tényleg ennyit keres. Gábor, bocsáss meg, ez pont az ástop, te is, aki véletlenül nem a legszegényebbek közé tartozol, te is sokkal olcsóbban vehetted ezeket a termékeket, mert hogy ez kötelező volt olcsóbban adni. Nincs tökéletes megoldás. Nem a szegényeknek segítsek, hanem mindenkinek. Nem tudok 8 kiló csirkefarhátat megenni egy nap. Viszont nem egy csomót tudsz tankolni sokkal olcsóbban, mint azok, az egy másik csomó. Na, ezen még valószínűleg holnapig tudnátok abszolút, itt vitatkozni, ezt elhallgatnánk, de ha már a tankolás... Legalább, hogy mondjuk mindketten akkor piacpártibbak vagyunk, és szerintem egyébként egy rövid időre indokoltak lehetnek ezek az ástoppok, hogyha valami nagyon hirtelen helyzet van, de ez a két éves periódus szerintem nem váltotta be hozzá. Na, ugorjunk egyet, és ha már tankolás és benzin, akkor ejtsünk azért néhány szót arról, hogy a forint mélyrepülésben van, ma lesz erről szó, 394 fölött is járt így este felé délután, de hetek óta gyengül, és az üzemanyagok ára hát rekordemelkedésnek indult, a holnapi emeléssel együtt 30-40 forinttal lesznek drágábbak, 627-628. Miért nem lép közbe a kormány? Most mit csináljon a kormány? Piacpárti legyen, vagy közbelépjen? Mit tegyen a kormány? Én nem tudom, én kérdezem, mert amikor közbeléptek, akkor volt 492 és 513 forint az üzemanyagok ára, most 627. Az fölment az 800-ra is, én úgy emlékszem, a piaci ára. Amikor bevezették 2021 novemberében, akkor ennyi volt. Vannak korlátok. Én azt gondolom, hogy az üzemanyagnál akkor azért kellett beavatkozni, mert az egész gazdaság leült volna. Most ezt a mértékű növekedést, akkor robbanás volt, ezt a mértékű növekedést azért a gazdaság el tudja viselni, ki tudja gazdálkodni az emberek. Tehát lehetőleg nem sokszor kell beavatkozni, de vannak krízishelyzetek, a háború kitörése után krízishelyzet állt elő, akkor muszáj volt belenyúlni a rendszerbe. Most én nem érzem... Én úgy látom, hogy a háború nem ért véget, és tök örülnék, hogyha véget érne, de egyrészt nem ért véget, másrészt ezek az árak nagyobbak, mint akkor a krízishelyzetben. Tehát mindig nem értem a logikáját annak, hogy akkor miért kell ott beavatkozni, és miért nem kell itt beavatkozni. Ha csak nem az a logika, hogy ha a kormány dönt, az jól dönt. Ha beavatkozik, akkor is, meg ha nem avatkozik be, akkor is. Mert ez így keretezné, hogy miért, de valójában én tényleg nem értem a logikát mögött. Nem kekeckedni akarok, hanem nem tudom, hogy akkor, amikor 600, nem tudom mennyi. Nem volt 600. Most hogy mennyi. Most 627-628 lesz. Ilyen áraknál akkor miért nem kell, hogyha... Tehát annyival jobban áll az gazdaság? Ismétlem. Nem akkor, akkor 800, én emlékszem, 800-ra fölment a benzin, de egészen eszelős árak robbantak akkor ki, és éppen fölkavarodott az egész európai üzemanyagpiac, mert nem lehetett tudni, hogy jön-e az orosz üzemanyag, vagy az olaj, vagy sem. Most szerintem akkora krízis nincs. Nehéz idősz. Ez is érdekes, hogy ezt sok szakember elmondta már tavaly, hogy idén lesz igazán nehéz éve a magyar gazdaságnak, igen, nem meg tavaly jövőre volt. Igen. Sokan azt mondják, hogy jövőre lesz. Én azt gondolom, hogy már az év végére egyensúlyba kerül, olyan értett kézbe kerül a gazdaság. Most ez egy meglepően nehéz év. Tulajdonképpen fizeti, tehát komoly közgazdasági hibák lettek elkövetve. Én úgy, amennyire értem a dolgokat, úgy látom, hogy nagyon telibe vágta a háború a magyar gazdaságot, nagyon nem volt fölkészülve a magyar gazdaság azokra a nemzetközi piaci viszonyokra, amik akkor előálltak, nem volt erre fölkészülve. Annak az árát fizetjük most, plusz annak az árát, hogy nem jönnek az uniós pénzek. Meg az elképesztő energiaárakat, amelyeket ugye az oroszoknak köszönhetünk, amelyeket sikerült elintézni, hogy drágábban kapjuk az olajat, mint mások. Tehát, hogy hosszú-hosszú időre. Tehát azért az energiaár az erőteljesen. Drágábban kapjuk? Bizonyám. Tehát, hogy nézd meg, hogy a piaci árnál is drágábban sikerült megszereznünk az energiát jelen az oroszoktól. Drágában. A tegnapiról fogalmam sincs, a tegnapi adatokról, nem tudom, te láttad-e őket, én nem tudom. De hát ez a, mikor kiderült, hogy ugye, hogy
hogy is van az egész rezsicsökkentés? Hát átlagfogyasztás felett sokkal-sokkal drágább most már, mint a piaci ár. Na, de megint ugorjunk egy témát, mert aztán kifutunk az időből, mert sajnos nem csak az inflációban döntünk rekordot, hanem a késésekben is, és akkor térjünk át a MÁV-ra, hiszen megígértük, hogy erről is beszélünk. Európában lettünk az elsők, a G7 írt erről. A MÁV start hálózatán minden tizedik vonat legalább 5 percet késik, minden 20. vonat negyed óránál is többet. Az IC szerelvények 71%-a tudott 5 percnél kevesebb késéssel közlekedni, és közben a maga a MÁV ismerte egyébként el a 24.hu-nak, hogy mind a járműállomány, mind a vasúti pálya előregedett, miközben a távolsági járművek mindössze negyedében működik a klíma. Miért? Miért nem fejlesztették a vasúti közlekedést? Miért leépítik és zárnak be vonalakat? Ez elképesztő egyébként. Tehát ez tényleg olyan, mintha csak a vezetéknél változna. Tehát volt egy Kóka Jánosunk, most lett egy Lázár Jánosunk, és tök ugyanazt csinálják. Tehát most ugye a 10 mellékvonalnak a bezárásával, ami a múlt heti hír, ugye erre hivatkoztak, hogy hát Lázár János többször is, hogy milyen nagy veszélyben vannak az emberek. Most elnézést is kért egyébként a kormány nevében, emiatt. Ez nagyon jó, csak ugye ez ugyanaz a stratégia, ugyanaz a leépítős, közszolgáltatás megszüntetős dolog, amiért egyébként a Fidesz annak idején, és egyébként szerintem nagyon helyesen azt mondta, kicsit durván fogalmaztak akkor a fideszes politikusok, hogy ez a nemzetvesztés, ez a vidéknek az elveszejtése, nem lehet postát, iskolát, vonatot bezárni, mert ez a nemzetvesztés maga, amit Kóka János, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon művel. Ez volt, amivel aztán 2010-ben nyertek. És most, mikor ugyanazokat a vonalakat bezárják, még azokat is, amelyeket ők indítottak újra, 2010 után volt ilyen, az egészen döbbenetes, főleg olyan vonalakat is, amelyekben nagyon nagy lehetőség lenne. Amelyeknek a pályaszakaszát fönn kell tartani, tehát ilyen havi 1-2 millió forintos megtakarítás sikerül, miközben Lázár Jánosnak a farmján ott a vízágyakon fekszenek az állatok, mert az akkor kellemes. Tehát, hogy az pedig nem 1-2 millióba kerül. Tehát, hogy van itt pénz, csak éppen nem szeretnék arra elkölteni, hogy mondjuk kitalálják, hogy lesz ez a, mondjuk például ez a Balassagyarmat-Ipoly-Tarnóc vonal, hogy megy el Losoncig, hogy köti össze a Trianon által szétszabdalt Magyarországot megint. Óriási lehetőségek mentek most a kukába. És ez nem tudom. Tehát, hogy akkor ők nemzetvesztőztek, én nem szeretnék ilyen erős szavakat használni, úgyhogy inkább nem is teszem, de nem értem, hogy aki azzal kerül kormányra, hogy ezeket meg kell óvni, és értelmesen kell használni, az miért nem hangolja össze a volánbuszt a MÁV-val, mert ezek nem voltak összehangolva. Lehet azt mondani, hogy 5-en utaztak azon a vonaton, ha gonoszak lennénk, mondhatnánk, hogy a felcsúti kisvasúton vajon hányan utaznak, az is becsukják-e, de ne legyünk gonoszak, csak hogy amíg nem hangolják össze mondjuk a buszközlekedést, meg a MÁV közlekedést, és duplikálják a kettőt, akkor persze, hogy meg fog oszlani az utasszám. De meg lehet ezt csinálni normálisan, és ahelyett, hogy normálisan megcsinálnák, most bezárják ezeket. Ez szerintem borzalmas. Én nagyon sok mindenhez értek, foci, politika. Én az egyáltalán nem, a foci az kicsit sem. A MÁV-hoz tutira nem. Azért annyit tudok róla, hogy egy elképesztően drága üzem, a vonalfejlesztés az meg különösen elképesztően drága. Itt van a Belgrád-Budapesti vonal, ami tudjuk, hogy milyen sok, és én meggyőződésem, hogy mennyire fontos. Én ezt nem értem. Szóval időnként megnyitnak szárnyvonalakat, időnként meg bezárnak szárnyvonalakat. Amikor megnyitják a szárnyvonalat, akkor ez egy mínuszos hír, amikor bezárják, akkor pedig nemzetvesztés. Tudom, újságíró vagyok, hogy nem hír az, hogy jár a lift, az a hír, ha leszakadt. Hát de Gábor, itt maga a MÁV ismeri el a problémákat. Meg egyébként Lázár János is. 40 éve elmulasztódott a vasútfejlesztés. Én szerint nem tudom, mondom, nem értek hozzá, hogy Európában másút 1968-ban mennyire kezdődött az első leépítési hullám, utána pedig egy nagy építés. A vasút fölértékelődőben van, én úgy látom. Abszolút, az egész Európában, hogy másút mennyire, nem tudom, de Európában sokáig az volt a tévképzet, hogy a buszokkal az országúton mindent, szemét és árut, mindent lehet fuvarozni. Mint Vitézi Dávid azt mondja, hogy most is ez van, tehát, hogy a közlekedés politika ugye általánosságban ott maradt a 20. században, mert hogy a a közutakat fejlesztik, nem a vasutat. Súlyos késedelemmel most áll neki a kormány, éppen Lázár vezetésével, hogy egy hosszú távú koncepciót kidolgozom, ez egy nagyon bonyolult rendszer. Nem csak a hülyék nem tudják, hogy a... Nem, szó nincs erre, csak az a baj, hogy 2009-ben, 2008-ban, amikor elmondták, hogy ez a nemzetvesztés, mint a fideszes politikusok, Lázár Jánosék,
akkor látták, hogy mi van a vasúttal, látták, hogy éppen a kókáig zárják be ezeket a szárnyvonalakat, és akkor azt mondták, hogy nem, nem ez az irány, az feltételezte volna, hogy van némi koncepció talán mondjuk 2008-9-ben, hogy ha esetleg kormányra kerülnek, mit fognak ezzel kezdeni. Eltelt 13 év mióta kormányra kerültek, és te azt mondod, hogy örüljek annak, hogy most majd elkezdenek gondolkodni egy koncepción. Hát szerintem lett volna erre idő. Várunk vissza titeket, most muszáj befejezni. Köszönöm, hogy itt voltatok és vitáztatok.